Számos mesét és emberi fantáziával tarkított történetet, legendát, mítoszt hallhattunk olyan személyekről, akik képesek voltak valamiféle megmagyarázhatatlan varázserővel csodás dolgokat végrehajtani. Amikor varázslókról esik szó, mindig egy olyan emberre gondolunk, aki nagyon hosszú ideje él már, és minden idejét a tudásából fakadó megmagyarázhatatlan képességeinek fejlesztésével tölti, és szükség esetén használja is azt. Na most fura lesz, amit mondok, de a történelemben rengeteg varázsló élt, akiknek ha hitelessége kétségbe vonható is, de tevékenysége erősen kötődik a varázslathoz, a csodatételhez vagy éppen a szemfényvesztéshez. Emiatt van az, hogy a történelemben ők úgy maradtak fenn, mint különleges erők birtokosai. Most őket fogom ismertetni és azt, hogy mégis miért tartották őket a saját korszakukban valamiféle varázslóknak. Tartsatok velem! Az istenkáromló. Eliphas Lévy, Alphonse Louis Constance néven született Párizsban, majd a nyomorból kikerülve papi szemináriumban kezdett tanulni 1825-ben. Diakónus lett 10 évnyi tanulás után, de otthagyta a hivatást a pappá szentelése előtt, amikor ráébredt, hogy a testi örömökről nem tud lemondani. Több okkultizmushoz, rituális mágiához köthető személytől tanult, akiket prófétáknak tartott. Lévy munkássága azért volt különösen veszélyes, mivel a katolikus egyház dogmáit összemosta ezekkel a gondolatokkal, és ezeket könyvekben fejtette ki. 1841-ben adta ki a Szabadság Bibliája című könyvét, amiért 8 év börtönt kapott istenkáromlásért és felforgatásért. Az embereket alapjaiban megrázta lelkileg mindaz, amit ő képviselt. A mágiáról 1854-ben írta meg az első könyvét, majd rá néhány évre a másodikat, amit az utókor egybefűzve egy műként kezelt már. A mai napig minden tévedése és félrevezetése ellenére az okkultizmus és a mágia ismeretéhez kapcsolódóan alapműnek tartják. Az égretörő. Abeno Seimei 921-ben született, Japánban és a Heian korban Onmyoji-ként szolgált, vagyis a japán ezoterikus csillagászatnak volt a mestere. Ő volt a japán császároknak és a kormányoknak a szellemi döntésekben segítő tanácsadója, mellette naptárakat készített, imádkozott. Kortársaival ellentétben komolyabb betegségeket, járványokat vészelt át anélkül, hogy bármikor is elkapta volna azokat. Ezért terjedt el az a szóbeszéd, hogy természetfeletti ereje van, sőt az édesanyjáról azt állították, hogy egy kitsune, vagyis egy rókaszellem. Néhány róla fennmaradt legenda szerint képes volt arra, hogy elűzze a gonosz szellemeket, meg tudta jósolni előre, hogy egy várandós nőnek a születendő gyermeke fiú lesz-e vagy lány, illetve állítólag 5 éves korától fogva szellemeket tudott irányítani. Ezért tulajdonítják neki azt a képességet, hogy szellemek természetfeletti lények megidézésére és irányítására képes. Ezért ábrázolják őt 12 Shikigami, vagyis szellem szolgáló társaságában. A védelmező. Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim Kölnben született 1486-ban. Kölnben és Párizsban az egyetemen tanult jogot és orvostudományt, ezután viszont gyökereset fordult az élete. Számos európai királyságban járt és alkimistaként élte az életét, a fő megélhetési forrása mégis a jóslás volt, mellette pedig titkos társaságok alapítását tűzte ki célul. A Doli Egyetemen héber nyelvet tanított, de a szerzetesek eretnekséggel vádolták, így távoznia kellett, majd Kölnben teológiát taníthatott, de onnan is mennie kellett, mert megint eretneknek nevezték. Metz városában szindikus lett, vagyis jogtanácsos, és a kor szellemével ellenkező módon egy boszorkánysággal vádolt parasztasszony védelmére kelt. Újra távoznia kellett, innentől pedig orvosként tevékenykedett. A hírhedtsége aztán népszerűséget hozott számára, uralkodói családok versenyeztek azért, hogy az udvaraikban tevékenykedjen orvosként. Ám mikor a mecénás meghalt, vagy éppen kiderült, hogy nem is olyan jó ebben a mesterségben, rögtön húzhatta a nyúlcipőt. 2 könyvet írt a mágiáról és a misztikus filozófiáról, amiért börtönben is volt. Elmélkedése szerint a kereszténység csak úgy újulhat meg, ha a mágia tanait is hozzáveszik. Számos elmélete közül az volt a legszokatlanabb a korszakban, hogy a nőket fejlettebb embereknek tartotta a férfiakhoz képest. Ez számos bibliai és filozófiai példával igazolta,
de a legerősebb érve az volt, hogy a nők még haláluk után is szerények maradtak szerinte, ugyanis egy nő holtteste mindig lehajtott fejjel hason lebeg a víz felszínén, míg egy férfié hátrahajtott fejjel és háton úszik a vízen. A tüzes rabbi. Chaim Samuel Jacob Falk 1708-ban született, a születési helye Talány. Egyes feltételezések szerint egy bajor kisvárosban, Fürthben, míg más források szerint egy podóliai faluban nőtt fel. Falk Westfáliában azzal vált híressé, hogy zsidó létére megúszott egy mágia halált. A vád szerint boszorkányságot művelt, de titokban Alexander Leopold von Rantzau német gróf emigrációba küldte Holzmindenbe. Ott tartott rendszeresen Rantzau gróf kastélyában kabbalisztikus judaista ezoterikus előadásokat, bemutatókat, amivel az ott vendégül látott arisztokratákat szórakoztatta. 1736 után érkezett Londonba, itt is élt egészen haláláig. Népszerűségét beárnyékolta, hogy egy angol rabbi sabbatizmussal vádolta, vagyis hogy egy álmessiás tanait képviseli. Olyan pletykák maradtak fenn róla, miszerint képes volt tárgyakat pusztán az akaratával eljuttatni egyik helyről a másikra, illetve a gyertyák lángját is képes volt égve tartani még akkor is, amikor a természet törvényeinek megfelelően ki kellett volna aludniuk. Az angolok London balsimjének tartották, de időnként Dr. Falconnak, vagyis sólyomnak nevezték. Az összegyúró. A maga korában igencsak népszerűvé vált Helena Blavatsky, aki az orosz birodalom területén született 1831-ben. A családjában fennmaradt egy okkult mendemond, ami szerint egy ilyen körökben mozgó öregasszony megjósolta a saját halálát, és azt, hogy azon a napon fog ő egy új testben megszületni. Helena elmondása szerint ő volt az az öregasszony, aki újjászületett. Gyakran látott maga körül szúrós tekintetű szemeket már gyermekként is, a szuggesztív viselkedése miatt ebbe a képzelgő játékba bele tudta vonzani az embereket, és emiatt olykor boszorkánynak is tartották, erre külön rátett még egy lapáttal, hogy hisztérikus volt. A gyermekkorán kívül gyakorlatilag minden információ, amit tudni lehet róla, az a saját visszaemlékezéseiből lett összeállítva, így Blavatsky kétség kívül egy magas intelligenciával bíró nő volt, aki erősen tudott hatni engedetlen és zabolátlan jellemével másokra, és nem nyugodott addig, míg el nem érte, amit akart. Arisztokrata származása révén a vagyonát arra használta, hogy a világ egzotikus és ősi jelképekkel bíró helyeit meglátogatta, és a fellelhető valamennyi nyugati és keleti okkult és mágiához köthető tudást összegyűjtötte, és a gyakorlatban akarta érvényesíteni egy saját titkos társaság formájában. Helena volt az alapítója a teozófiai társulatnak. A nőt a létező összes helyen a világon, ahol megpróbálta spirituális performanszaival és a titkos csoportjaival érvényesülni, csalással vádolták, így rövid időn belül távoznia kellett, ha nem akarta, hogy bírósági fajuljanak a dolgok. A kanos. Grigori Jefimovics Rasputin aféle szentes életű zarándokként a 19.-20. század fordulóján hamar belopta magát az orosz arisztokrácia szívébe, így a cári Romanov család előtt is megmutathatta, hogy durva természete és műveletlen stílusa mellett még mire képes. A kortársai szerint képes volt megmagyarázhatatlan úton meggyógyítani másokat, legismertebb gyógyítása II. Miklós orosz cár kisfiához, Alekszej Nikolajevics trónörököshöz köthető, akit a korszakban nem tudtak megfelelően kezelni a vérzékeny állapotát illetően. 1912-ben Rasputin csak egy levelet írt, miután ortodox szentképek előtt verejtékezett és imádkozott, hogy a gyermek könnyed sérüléséből felépülhessen, aminek a szövődménye belső vérzés volt. Volt olyan alkalom is, amikor a gyermekkel külön magára volt hagyva egy ilyen életveszélyes állapotban, amikor még rohamot is kapott. A mai napig nem tudni, hogy Rasputin mit tett vele, minden esetre a gyermek jobban lett. A legismertebb elmélet miszerint hipnózisba ejtette a gyermeket, aki így le tudott annyira higgadni, hogy csökkentette lassacskán a vérnyomását, és jelentősen javította ezzel a közérzetét. Rasputinnal egyetlen baj volt. Habár neki volt felesége és gyermekei is, a testi örömöknek nem tudott gátat szabni. Szentpéterváron még a fürdőben is tömegorgiába vaduló szeánszot tartott, rendszeresen könnyűvérű arisztokrata hölgyek és prostituáltak társaságában mutatkozott. Egyes legendák szerint Rasputin varázsereje nem csupán a szexuális vonzerejében, de az átlagosnál is jóval hosszabb péniszében rejlett.
Néhány nő, aki együtt hált vele, tanúsította, hogy soha nem tapasztaltak még olyat, mint vele. Az egyikük arról áradozott egy ismerősének, hogy az együttlét után rögtön elájult. Egy urbán legenda szerint a merénylői levágták ezt a hímtagot, és kalandos út során váltott rengeteg gazdát, majd Rasputin testvéréhez, Máriához került vissza, aki 1977-ig őrizte azt. A mai napig egy szentpétervári erotika múzeumban őrzik, azonban nem bizonyította még senki hitelt érdemlően, hogy a pénisz valóban Rasputiné-e. Ja igen, egy 28,6 cm-es célszerszámról beszélünk. Ugyanakkor egy hivatalos jelentés szerint a holttestét a meggyilkolásakor olyannyira összeverték, hogy a halottkém vizsgálata alapján a nemi szervét is durván összezúzták. A káosz ura. Aleister Crowley 1875-ben született, Nagy-Britanniában. Egy rendkívül világlátott sokoldalú polihisztor volt, aki érdeklődött a múltban élt valamennyi mágiával, okkultizmussal, spiritualizmussal, ezotériával foglalkozó személy munkássága iránt. Ő volt az első ember, aki a spirituális tapasztalást tudományos módszerekkel való vizsgálatnak alávetve kívánta kutatni. Nagy kedvelője és kutatója volt a szexuális mágiának, ugyanakkor kialakított egy saját vallási mozgalmat, amit Telemának nevezett el. Írásaiban tényszerűen közölte, hogy létezik olyan dolog, mint például szelleműzés és szellemidézés, asztrális kivetülés, jövőbelátás, és még lehetne sorolni. Szinte minden ide tartozó fogalmat sajátos, szabatos szakmai szóhasználattal írt körbe, és emiatt a megtévesztő szövegkörnyezet miatt a mai napig okkultista és spiritualista alapműnek tartják műveit, mint afféle tudományos szakirodalmat. A Telem a saját templomot tartott fenn 1921-től Szicíliában, de a katolikus lakosság körében hamar híre ment a jógával, házi munkával és utopisztikus békéről társalgással foglalkozó közösségről, hogy mérhetetlenül és gátlástalanul közösülnek, orgiáznak és tagjaik olykor a monogámiának is búcsút intenek bizonyos keretek között. Ezen nem kell meglepődni, Aleisternek volt olyan nő az életében, aki felkínálta magát csak azért, hogy gyermeket szüljön neki. Persze a mester a légyott után se a nővel, se a kisfiúval nem tartotta a kapcsolatot, akit Aleister Atatürknek nevezett el. Crowley a tudásával gyakorlatilag megágyazott ezzel a káosz mágia tisztelői számára, akik az ő munkássága alapján építették fel a káoszhoz köthető valamennyi ismeretüket. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Ha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalamon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági felületén keresztül, illetve Patreon formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!